A fideszes önkormányzatok 10 éves történetének legsúlyosabb ingatlan panamáját akadályozta meg a DK, legalábbis ezt állítja a párt, miután a 7. kerület polgármestere bejelentette, több 100 millió forintot szerzett vissza Erzsébetvárosnak. A részletekről Niedermüller Pétert kérdezzük. A 7. kerület polgármesterét jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Ugye ezekre a házakra vagy épületekre 2019-ben kötöttek egy szerződést, volt egy szerződés, ezt szerezte most vissza az önkormányzat, illetve a bíróság ezt mondta semmisnek, de elég bonyolult az ügy, ahogy elolvasgattam, 2003-ig kell tulajdonképpen visszamenni. Menjünk vissza néhány mondat erejéig, mondja a nézőknek, hogy mert hogy 2003-ban is kötöttek már egy szerződést. Mi történt akkor? Így van, 2003-ban az akkori önkormányzat úgy ítélte meg, hogy ezt a három épület, ugye a Király utca 25, 27, 29-ről beszélünk, ezek már akkor is olyan rossz állapotban voltak, hogy úgy gondolt az akkori önkormányzat, hogy jobban jár akkor, hogyha ezt elidegeníti, eladja. És aztán meg is történt annak rendje módja szerint a kiírás, de valami oknál fogva, és ezt nem lehet pontosan tudni, hogy miért, az adásvételi szerződés után nem történt semmi. Majd valamikor 2008 magasságában még mindig ugyanaz az önkormányzati vezetés. De várjon, 2003-tól eljutunk 2008-ig, úgyhogy van egy adásvételi szerződés, de nem történt semmi. Legalábbis nincs nyoma annak, hogy történt. Nagyon fontos dolog ebben az egész ügyben, hogy minek van nyoma, és minek nincs. És 2008-ban ugyanaz az önkormányzat, amely 2003-ban eladta ezt az épületet, az adásvételi szerződést felmondta, kilépett belőle. És most megint csodálkozni fog, mert utána 2008 és 2019 között megint csak nem történt semmi. Majd 2019 nyarán az legutóbbi fideszes önkormányzat hirtelen elővette ezt a szerződést, és jelentős mértékben... Várjon, csak ugye csak ugyanazt a szerződést, hanem azt mondták, hogy akkor tárgyaljuk az egészet újra. Tehát akkor újra csináltak. Igen. Ugye ez volt most ennek a bírósági ítéletnek a tárgya, ez a 19 nyarán kell szerződés. És ez a szerződés, ez valami elképesztően rossz volt az önkormányzat számára. Miért? Hát például azért, mert egy hónap alatt kellett volna azt a három épületet kiüríteni, akkor még 40-45 család lakott benne, ami logisztikailag sem volt elképzelhető, de van ennél egy furcsább dolog, mondom ironikusan, hogy az önkormányzatnak nem volt 45 olyan lakása, amiben ezeket az embereket esetleg kitelepíthette, vagy átköltözhettette volna. Tehát olyan szerződés kötött az önkormányzat, amiről eleve tudta, hogy nincsen semmiféle fajta lehetősége ennek megfelelni. Plusz erre kötött egy olyan szerződést, ami 9,7 milliárd forint ködbért tett volna lehetővé, bármiért kérthettek volna ködbért. De a bármiért az mi? Az mire, ha nem valósul meg a kilakoltatás? Nem valósul meg a kilakoltatás, nem történik meg ez vagy az. Olyan, és a tetejében fedezetesen volt az önkormányzatnak erre. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogyan tudott az akkori önkormányzat, az akkori fideszes önkormányzat ebbe a szerződésbe belemenni. Most akkor 2022 van, ez az ügy most, ez hogy jutott az ön tudomására egyet? Tehát ez 2019-es szerződésről beszélünk, azt még nem látom tisztán. Igen, 2019 nyarán kötődött ez a szerződés. És nagyon jó, amit kérdez, mert egy darabig senki nem tudott erről semmit. Született egy átadás-átvételi jegyzőkönyv, amiben erre az ügyletre még csak utalás sincs, szeretném mondani. És mi onnan tudtunk erről, hogy egyszer csak talán 2021. októberében erre a 19-es szerződésre való hivatkozással a vevő inkasszált az önkormányzat számlájáról 417 millió forintot. Arra már emlékszem. Tehát így jutott akkor tudomásukra, hogy egyetem van egy ilyen szerződés. Igen, és akkor természetesen minden lehetséges lépést megindítottunk, és ennek a végére jutottunk most 2022. novemberében, amikor jogerősen úgy ítélte meg a bíróság, hogy ez a szerződés semmis, az épületek visszakerültek Erzsébetváros tulajdonába, és visszakapjuk a 417 millió forintot plusz a perköltséget. Most nyilván nem jön rosszul, majd mindjárt rátérünk a jelenlegi helyzetre is, de azt olvasom, hogy hűtlen kezeléssel feljelentést tettek. Az még folyik az a vizsgálat, vagy az a nyomozás? Az ügyészség több ponton is arra utasította a nyomozóhatóságot, hogy folytassa a nyomozást, mert van számos olyan pont, ami ebben a pillanatban nem lehet megállapítani, hogy van-e büntetőjogi felelősség, vagy nincs. De ugye az külön érdekessége a dolognak, hogy 2021 nyarán talán, vagy azt követően, hogy az a 417 millió forintot leemelték a számlánkról, akkor Bajkai képviselő úgy gondolta, hogy hűtlen kezelés vádjával ellenem feljelentést kell tennie. Egy olyan szerződésre, aminek ő az egyik értelmi szerzője volt, ebben az ügyben nem történt semmi, viszont a nyomozóhatóság utasítást kapott az ügyészségtől, hogy folytatni kell a nyomozást az eredeti ügyben.
Na, akkor térjünk át egyéb gondokra, mert ahogy mondtam, nyilván minden önkormányzatnak jöjjön ez a pénz, nyilván Erzsébetvárosnak is. Itt az adás előtt pont beszélgetünk, hogy rengeteg ember keresi fel az önkormányzatot, és a szociális rendszert úgy, ahogy van, át kellett alakítaniuk. Hogy alakították át? Hát ugye úgy alakítottuk át, hogy igyekeztünk csökkenteni a bürokráciát, tehát sokkal egyszerűbben lehet támogatáshoz jutni. Úgynevezett csomagokat hoztunk létre, tehát hogyha valaki például települési támogatást kaphat, akkor kaphat más támogatásokat is, mint egy automatikusan, plusz megemeltük azokat a határokat, hogy kik azok, akik egyáltalán szociális segélyt kérhetnek, mert az az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy ma már olyan családok is támogatásra szorulnak, akik egy korábbi rendszerben, egy alacsonyabb hozzáférhetőségi határ esetén föl sem vetődött, hogy kaphatnak támogatást, most viszont rá vannak szorulva, hiszen olyan fűtés, olyan egyéb költségeik vannak, olyan infláció van, olyan drágulás, hogy nem tudom, szabad-e így fogalmazni, de így is lehet fogalmazni, hogy ez az egész folyamat már a középosztályt szorongatja, és középosztályhoz tartozó családok is jönnek, és kérdezik, hogy milyen segélyt kaphatnak adott esetben. Az önkormányzattól tudsz számot mondani, hogy mennyien mennek be? Ugye általában mondjuk egy héten, vagy ez egy napi szintű probléma? Hát ez egy napi szintű probléma, de ugye azóta, mióta ezt a szociális rendszert átalakítottuk, azóta én azt gondolom, hogy az illetékes iroda munkatársai ezt nagyon jól tudják kezelni, de nagyon változó. Van olyan nap, hogy 3-4-5 ember, de van olyan, amikor 10 fölött van azoknak a száma, akik érdeklődnek, tájékozódnak, hogy hogyan lehet egyáltalán hozzájutni. Mennyiben nő a rezsi az önkormányzatnak, és ki tudják-e gazdálkodni? Hát ugye ez olyan dolog, amikor az ön családjának otthon van havi x 100 000 forint jövedelme, és hirtelen rájön, hogy kétszer annyira lenne szüksége ahhoz, hogy ki tudja fizetni a számláit. Ilyenkor mit tud csinálni? Átrendezi a prioritásait. Mi is azt csináljuk. Durván ebben a pillanatban áram, gáz és az összes intézménynek a vonatkozásában jóval 1 milliárd fölött vagyunk, amit ki kell gazdálkodnunk ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk fizetni. Ugyanakkor, ahogy éppen ön kérdezte, a másik oldalon a szociális támogatásokat is emelnünk kell, úgyhogy itt nagyon jelentős átrendeződésre lesz szükség a 23-as költségvetésben, és ugye még nem tudjuk, hogy mi lesz a következménye annak, elnézést a kifejezésére, gyalázatos kormányrendeletnek, ami szerint az állam lényegében kijött a szociális ellátásból, az idősek gondozásából, a fogyatékosok gondozásából. Át sem lehet látni ebben a pillanatban, hogy ebből mi fog még ránk, illetve egyéb önkormányzatok. Hát ott van az önkormányzat előbb, mint az állam. Hát abszolút, és ugye azok az emberek, akik otthon ápolják az idős rokonaikat, beteg rokonaikat, előbb-utóbb ők is ide fognak jönni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon szigorú költségvetéssel valahogy megússzuk 23-at, de egyébként szinte elviselhetetlen az anyagi, pénzügyi és egyébként egyben szociális nyomás. Polgármester úr, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen, hogy itt lettem.